reggelt kívánok, Lankavin második napján járunk, megvoltunk a kis éjszakai pihenésünkkel a hotelben, nem volt túl meleg, az ágy is kényelmes volt, úgyhogy végre egy jót tudtunk pihenni. Azért az előző szállásunkhoz képest nagyságrendekkel nagyobb minőségi ugrást hajtottunk végre. Most indulunk reggelizni, majd taxiba szállunk és megyünk a Skycap-hez, ami felvisz minket a világ egyik legszebb kilátójába, a Skybridge-be. Utána még egy krokodil farmra fogunk ellátogatni, és hogyha az időnk is engedi, akkor a Tuju vízeséshez is el fogunk menni, ahol még strandolni is lehet, vagy bemászni a vízesésbe. Az étterem hívén olasz embernek a plakátja is dukál ide a falra. Rocky Balboa maga az olasz csődör. Ha, gyere! Meghát, ha már olasz téma, akkor itt van előttünk Al Pacino a sepphelyes arcúból, valamint Marlon Brando, aki maga a keresztapa. Na, végeztünk is a reggelivel, ami egy ilyen német reggeli volt. Pirított gomba, tojás, felvágott, pirítós kenyér, vaj, lekvár, stb. Most pedig indulunk a taxitársasághoz, vagy a taxidrosztba, vagy mik vannak itt, taxi service, ahogy én látom. És megyünk végre a Skybridge-hez. Meg is érkeztünk a Skycap-hez, ami innen fog indulni a hátunk mögül. Nem biztos, hogy így innen fogjuk látni, de oda megyünk föl, rohadt magasra, teljesen a dzsungel fölé, és állítólag tiszta időben a Skybridge-ről ellátni egészen Tájföldig. Na, most nekünk viszonylag tisztább időnk van, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy jó lesz. Egyébként erről lesz majd egy kis részletesebb beszámoló is, de azt majd szerintem a Skycap-ben. Csodálatos hüggőhídon megyünk keresztül. Hogy jön, ne ilyen le! Andris! Na hát itt dodgemezhetünk is, valamint a háttérben Darth Vader témája szól a Star Wars civil filmből. Hát benne is ülünk a Skycap-ben, iszonyat magasan vagyunk a teljes dzsungel fölött. Erről az egész felvonóról annyit érdemes tudni, hogy a világ leghosszabb fesztábú felvonója maga 2,2 kilométeres hosszúságával, valamint az egészet úgy építették, hogy a dzsungelhez nem nyúltak hozzá. Szóval nem érintettek se fákat, se semmit, igyekezték óvni a környezetet. Mit lehet még erről elmondani? Ott egy vízes is alattunk, és rohadt meleg van, ugyanis semmi légkondi nincs ebben a üvegbúrában, és süt a nap. De egyébként a kilátás az valami zseniális. Az tényleg itt. Egyébként Lankavinak annyira brutálisan nagy növény és állatvilága van, annyira gazdag növény és állatvilága van, hogy az UNESCO-tól megkapott egy ilyen globális geopark titulust, gyakorlatilag az egész szigetcsoport egy ilyen természetvédelmi terület. És ott benn ülnek a kis majmok. Fel is értünk a Skybridge-re.
ez tulajdonképpen a világ egyik, ha nem a legszebb kilátóhelye. Elképesztő. Itt vagyunk tulajdonképpen az egész Lankovi szigetcsoport felett. Ez a kisebbik kilátó ugyanis még ott mögöttünk van egy, ami egy fokkal magasabb, szerintem egy laza 4 méterre még magasabb lehet. De minden esetre addig itt még gyönyörködünk az egészben. Ugye ahogy mondtam, Lankovi az ilyen 150 szigetcsoportból áll, mint megtudtam, 145 sziget egész pontosan. És innen a nagy része látszik, valamint hogyha tiszta idő lenne, akkor arrafelé lehetne látni Tájföldet is. Hát szerintem most nem lehet, ugyanis elég párás az időjárás, nagyon füllett levegő van itt. Konkrétan mögülünk egy felhő jön, és szinte biztos, hogy be fogunk jutni a felhőbe, vagy legalábbis ránk fog telepedni a felhő. Addig gyönyörködünk a kilátásban, igazából ez tényleg elképesztő. Alattunk a dzsungel, előttünk Lankovi, az Andamán-tenger, de látszik ott lenne a kikötő is. Arra lakunk, körülbelül egy ilyen 30 kilométerre innen. Nagyon jó, nagyon szép. Egyszerűen nincsenek szavak, tényleg. Itt látható egy olyan torony, mint a Far Cry 3-ban, amit meg lehet mászni és belátjuk az egész térképet. Gyakorlatilag tényleg az egész táj az úgy néz ki, mintha a Far Cry 3-at néznénk. Zseniális. Itt egyébként tényleg eljöttünk ide a felhőhöz. Gyakorlatilag a köd, das ist köd, óriási felhő jön, innen érezni lehet a hideg párát, szóval ebből akkora zuhé lesz, mint a szar. Itt is szerelem lakatok dögivel. Mondjuk, aki ide rak szerelem lakatot, az azért úgy elég menő. Szóval, ha valaha is ilyet fogok rakni, esetleg egy későbbi barátnőmmel, az biztos, hogy itt Lankovin fogom megjátszani. Ez sokkal menőbb hely, mint bárhol máshol a világon. Itt lehet mögöttünk látni. Fölhő. Nem fölhő. Érezni lehet, ahogy a párás, hűvös levegő jön. És itt mindjárt ködbe veszik minden, azt biztos, hogy megvárjuk, mert az biztos, hogy egy iszonyat durva látvány lesz, de addig is gyönyörködjünk a tájban. A tornyot szinte alig lehet látni a felhőtől. Érdekes, volt itt előbb egy külföldi, szerintem európai család, a anyuka, apuka és a tinédzser lány. A tinédzser lány az körülbelül ott állt végig, a telefonját bámulta és zenét hallgatott. Van az a helyzet és van az az életkor, amikor már ciki a szülőkkel nyaralni menni, de amikor a szüleid elhoznak téged a világ legszebb kilátójára, vagy a világ egyik legszebb kilátójára, és te durcizva állsz a szélén és baszol az egészre, az azért vitatkozhatunk róla, hogy kinek ciki. Hát a felhők azok csak nem akarnak ide jönni. Egyszer megindultak, Gyuri egyébként valószínűleg elkapta élete timelapse-ét, ugyanis csinált volna a felvonóról egyet, itt ahogy jönnek föl a kabinok, el is kezdte, csak bekúsztak ide a felhők, teljesen eltakarták az egészet, a kabinokat, mindent, majd egy pillanat alatt így vissza. És most gyakorlatilag így idáig vagyunk, magát a Sky Bridge-et azt jelen pillanatban nem látjuk, meg a másik kilátót se, most megint kúsznak a felhők errefelé. Hát, a szeszélyes időjárás. Nagyon durva. Na hát itt megérkezett a teljes köd. Gyakorlatilag a partot lent már nem látjuk. A másik irányból szintén jön a felhő. Úgyhogy én nagy valószínűséggel azt mondom, hogy ez a Sky Bridge, ez így ennyi volt. Óriási kilátás volt. Nagyon gyönyörű volt. Ide, ha tehetitek, mindenképpen gyertek el egyszer, mert elképesztő élmény. Lépcsőzünk le a dzsungelbe.
Konkrétan megnézzük azt a Sky Bridge-et, bár látni nem fogunk semmit, iszonyat sok lépcsőn kell lemenni. Hihetetlen élmény a dzsungelbe menni, gyakorlatilag itt mellettünk a fák, az avar, a természet, alattunk pedig a háborgó mélység, óriási élmény, tényleg. Már idefelé is, csak lefelé lépcsőztünk, na majd megdöglünk. Gyakorlatilag a Sky Bridge-et nem is lehet látni, helyesen a ködbe vész, valamint mögöttünk a felvonó is. Emeltileg ott suhannak a kabinok. Gyakorlatilag ebből az ég a tegyvilágon semmit nem látunk, ugyanis benne vagyunk a felhőben. Igen, gyakorlatilag itt Peti kolléga már mondta, hogy itt a Skybridge-ről le a ködbe vesző dzsungelt látva tök olyan érzésünk van, mint hogyha a Jurassic Parkban lennénk és szállna föl a nem tudom milyen Saurus. Alattunk a ködös dzsungel egy üveglapon keresztül. Nem is annyira félelmetes. Hát itt tényleg semmit nem lehet látni. Köd. Köd. Felhőben. Körülöttünk úszkálnak a kis ködfoszlányok. Nagyon fun. Hajunkat borzolja a pár, hogy tisztára átvizesedtem egyébként. Nagyon-nagyon párás ez itt. Bár nincs nagy meleg, szóval gyakorlatilag szerintem most olyan, hát olyan 20 fok környékén van. Egy felhő 20 fokos. Az még hagyján, hogy körülbelül 40 centis lépcsők voltak visszafelé, rengeteg. Még az utunkat nehezítette, a plitvicei tavakhoz híven rengeteg ázsiai turista. Most mivel ugye Ázsiában vagyunk, ezért az egy négyzetméterre eső darabszámuk jelentősen nagyobb, mint a plitvicei tavaknál. Szóval ez is megvolt. Felhő, Skybridge, Zoltán, Malajzia. Na jövünk lefelé, üvegkabinban megint jól el vagyunk ázva. Tiszta víz mindenki, jó izzasztó volt ez a kis Skybridge. Ott így Jézusom, honnan jövünk fölfelé. Onnan jöttünk, onnan jövünk lefelé. Nagyon brutális. Skybridge-től visszafelé olyan meredek lépcsők voltak, hogy én fél után azt gondoltam, hogy dobjanak a krokodilok elé. Most mindjárt. Ez brutál, úgyhogy most menjünk is a krokodil farmra. Itt is vagyunk a krokodil farmon. Útközben egyébként az út mellett rengeteg kis majmot láttunk. Iszonyatos volt gyakorlatilag. Itt a dzsungel szívében jövünk és a természet van körülöttünk. Rengeteg kis majom volt az út mellett. Na erre először konkrétan azt hittem, hogy itt egy alien királynőt ölnek éppen. Nos, bármilyen hihetetlen, ez nem egy műkrokodil, hanem az egy teljesen igazi, csak most éppen mozdulatlan és napozik. Na hát már bejöttünk a krokodilokhoz, kaptunk egy ilyen gyönyörű kis bilétát, amit itt a csecsre ragasztottak föl nekünk.
Ott már az bármilyen egyetlen, az nem egy műkrokodil, az teljesen igazi, és méghozzá, ha jól tudom, az Guineából származik az a nagy fekete dögott. Nem igazán akar megmozdulni, de még így mozdulatlanul is eléggé félelmetes. Van bambuszhorgászbotunk, csirkénk és krokodiljai, szóval etetés time. Gyere, Iván! Hopp, hopp! Tudod, egy kis torgászik. Gyerünk, Pipinyám, gyerünk, gyerünk! Ha? Tegni? Nem vagy kaját? Megesztük már mi? Ha, ott a ráharap egy kicsit. Jaj! Ennyi vagy? A bosszik, ez rántott akkorát, mint egy billenőzzil. Élmény? Kemény volt. Van erő benne egyébként, nagyon. Szóval már ez a kis krokodil szintén letépte a, ezt a kis csapott húst, akkor a nagy az mit csinál? Ezt a lábunkat letépi egy szempillantás alatt. Azért sok mindent láttunk már itt, de azért ez a tábla vajon kinek szól, hogy ne etessük gyerekkel a krokodilt? Mi ez? Na hát a krokodil farmot is végigjártuk. Etettük is a kis krokodilokat ilyen belógatós, horgászós megoldással. Egy kis csirkehús darabka volt a végén, és azokat kellett odalógatni. Iszonyat erősek ezek a kis dögök, már a kicsik. És utána elmentünk a krokodil etetésre, ahol dobálták nekik a halat. Na ott aztán tényleg hatalmas szörnyetegek voltak. Valamint így a végén megnéztünk egy krokodil showt, ahol két ilyen pirospólós úriember attrakciózott ezekkel a dögökkel. Az egyik a farkánál fogva cibált a szegény krokodil. Az egyébként a legkisebb, az, ha jól mondták, akkor az egy 5 éves példány lehetett. A másik, a középső, az egy 10x éves, és a harmadik, a legnagyobb, egyébként szerintem az volt messze az egyik legnagyobb szörnyeteg itt az egész krokodilparkban, az pedig 41 néhány éves körülbelül. Szóval 41 év alatt nőnek meg ekkorára ezek a krokodilok. Nagyon kemény volt, én nem tudom, hogy mennyire vállalnék egy ilyen munkakört, hogy gyakorlatilag nekem krokodilokba kell dugdosnom mindenféle végtagomat. Most még igazából annyi programváltozás történt, hogy
A vízeséshez nem megyünk, mert már viszonylag elég késő van, szóval délután 3 óra van, az még egy 2 óra lenne, és akkor utána nem lenne idő strandolni, és még azért ma szeretnénk egyet itt fürödni Langkawin, ugyanis holnap már repülünk tovább Kuala Lumpurba. Úgyhogy ma vízesés helyett strandolás és egy gyönyörű naplemente, hogyha az idő, a sors, a jóisten, a párt és a szakszervezet is úgy akarja. Vissza is értünk a hotelba, ahol gyakorlatilag elkapott az eső. Most már szemerké, remélem, hogy ez elmúlik. Na szóval, amint a Krokodil Farmról visszatértünk a hotelbe, olyan szinten elkezdett esni az eső, először csak épp, hogy egy kicsit, aztán utána nagyon-nagyon-nagyon rázúdult, egy igazi trópusi monszun eső volt ott, esett körülbelül egy laza másfél órán keresztül, körülbelül annyi csapadék, mint itt Magyarországnak egy éves csapadék mennyisége, úgyhogy kemény, szerencsére most elállt, arrafelé már tisztult, úgyhogy a naplementét nagyon jól fel tudjuk majd venni, és óriási hullámok vannak, és irány a víz. Óceánban, az Andamán tengerben, mögöttünk a trópusi vihar, plusz még a naplemente. Először azt hittük, hogy az a vihar az majd fog jönni errefelé, de őszinte szerencsénkre nem jön, és megy el. A víznek a hőmérséklete az valami óriási. Körülbelül egy olyan 30 fokos lehet. Na hát, srácok, be is ültünk egy ilyen seafoodos helyre. Előttünk is van a kiváló, hát seafood barakudának nevezett étel. Kis sült krumpli, egy nagyon-nagyon finom sült hal, hozzá egy kis sriracha szósz-szerű chili szósz, egy ilyen kellemesen savanykásan csípős valami, nagyon finom eddig. A hal az nagyon jó tengeri hal íze van, szálkamentes, finom ropogós a bőre, mit lehet még erről elmondani? Bon appétit! Na hát végeztünk ugye a vacsorával, megettük azt a finom barakudát ott a tengeri étteremben. Most még azért hazafelé egy jó gyroszt bevágunk, csak mert szeretjük. Gyakorlatilag Langkawiról ennyi volt a videó. Ugye tegnap érkeztünk, gyorsan megnéztük a strandot, a piacot és egy kajáldát. Ma pedig a Skycab-et, a Skybridge-et, a Krokodil Farmot és strandoltunk egy jó nagyot, valamint kajáltunk egy tengeri étteremben. És most gyroszozunk. Langkawiról ennyi. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan iratkozz fel, lájkolj, oszd meg a csatornát, a videót, stb. Holnap indulunk Kuala Lumpurba, az már a következő videó lesz. Tartsatok szintén velünk, a Travel Hunterrel és Nosikával is. Én Spilman Zoltán voltam, ez volt a Mozdulj Ki csatorna. Sziasztok!